Bánhidi Néni Maróti Magdolna hangszinten oda megalapítója, megálmodója, vezetője, mindenese, főpróbán vagytok, anyukája, főanyukája évek óta. Mit próbáltok most, mikor előadás, mi ez, mesél nekünk erről? Hát ez a Vicky the Boszorkányok című darab, ami most is fut a Broadway-en, és az az egyik nagy érdekessége, hogy ezt saját magunk készítettük el, a szöveget, tehát mi fordítottuk, a lányok fordították le, Tóth Anta írta a magyar költői változatot, tehát a dalokra a szöveget, és teljes egészében mi énekeltük fel a kórust, úgyhogy ez a saját gyerekünk, és ami még a legérdekesebb a dologban, hogy pont ebben az évben fogja bemutatni az Operettszínház, de mi hamarabb mutatjuk meg, mint vizsgaelőadás természetesen. Miről szól ez a darab? Kiknek szól ez a darab? Hát az Óza csodák csodáját szerintem mindenki ismeri, és ennek a mesének az előzményét mutatja meg, hogy miért lett a gonosz boszorkány gonosz, hogy miért nincs szíve a bádog embernek, hogy miért lett gyáva az oroszlán, ezekre adja meg a választ, ami nagyon érdekes, mert nekem is érdekes volt például, mert az Ószt ismertem, és fogalmam nem volt erről az előzményről. Ez egy könyv, ami megjelent ebből, és azt dolgozták fel musicallé, és ezt a musical dolgoztuk mi át. És hogy tulajdonképpen ez a musical kinek való, ez szerintem felnőtteknek és gyerekeknek is. A gyerekek nem értik talán meg azt a mély értelmet, amit a felnőtt viszont nagyon jól ki tud belőle szűrni, és borzasztó vidám, tehát vígjáték tulajdonképpen. Szórakozunk és tanulunk. Szórakozunk és tanulunk, így van. Mikor? Így van. Ez jövő héten pénteken, azaz július 13-án, ez pénteki nap, a boszorkányok napja, úgyhogy ez stílusosan így lett választva. Este 8 órakor a Művelődési Központ hangversenytermében. Várunk mindenkit szeretettel. Nagyon nagy szeretettel. De én vagyok a ti ember! Tudom, mit beszélek, hisz már nincs is mitől féljek. Azt mondják, tapasztalt leszel? Szerintem sekélyes, azt mondom, dobd el a könyvet. Hallgass hát rám, egy könnyed perc mindenkinek jár. Az élet csak tánc, úszol a réteg, csillog a homok. Rövid az élet, főleg a élet, miért lenne baj? Ha sírítja a arcod, az élet csak tánc, megoldott vízes, megfejtett titkán, én úgy tűnik. Nincs tőlem, gyere, döntöd el, hogy bele, én csak áll, ez táncolj át. Az élet csak tánc, forró, és a tőled jó, engedd magadhoz.